Hello, hello, sziasztok! Remélem jól vagytok. Most jön egy új francia videó. <laughs> Szokás szerint egy kicsit izé lesz, de csak akarom mondani, hogy ebbe a videóban nincs igazi baba, aki sír. Ezt internetről vettem le. Ezeket a sírásokat csak hogy tudjátok. Y'a quelque chose qui cloche. Y'a quelque chose qui tourne pas rond. quelque chose qui ne va pas. Le gosse, le mioche. le gamin le petit le minot l'enfant il n'arrête pas de chialer n'arrête pas de brailler n'arrête pas de pleurer ça commence à me casser les oreilles je vais finir par devenir chèvre ben bah. <laughs> j'en ai ras le bol j'en ai marre j'en ai ras la casquette j'en peux plus Nem tudom, hogy mennyire értettétek ezt a kis um, rövid videót, úgyhogy most elmesélem, hogy miket mondtam benne. Gyakek ja, ja, sosz kiklös. Ilia, az azt jelenti, hogy van. Ilia. a quelque az azt jelenti, hogy valami. quelque sóz. Ki klos. A klos az a harang. Ki cloche Il yeah, y quelque chose qui cloche. Azost jalanti hogy valami nem stimmel, valami nem teljesen oké. Il y a quelque chose qui cloche. Il yeah, y quelque chose qui ne va pas. Ugyan jelenti, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ömm nem meg Soval, il y a quelque chose qui ne va pas. Valami, valami, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mm. Mondani, valami, ami il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Quelque chose, valami qui ne tourne ami prég, pas rond. Szóval, amikor azt mondjuk franciául, hogy valami nem pörög kereken, az azt jelenti, hogy valami nem stimmel. tourné az pörögni, forogni, et rond az a kerek. J'en ai marre. J'en ai mar, az azt jelenti, hogy elegem van. Jean ai marre. J'en ai marre. Elegem van. J'en ai ras le bol. J'en ai az is azt jelenti, hogy elegem van, és zsani halakeszket, az is azt jelenti, hogy elegem van. De ha le bol, ha, az amikor um, valamit tele raknak. Ezt a halbolt, ezt lehet, hogy már tanítottam nektek egy másik videóban most, hogy belegondolok, de mindegy. A bol, az ez. Bol. És amikor azt mondjuk, hogy chal halbol, az azt jelenti, hogy tele van te teljesen tele úgy, hogy a végéig tele, tele, tele van ez a bol. Szóval ez a, nem is tudom ezt, hogy hívják magyarul, már elfelejtettem, mindegy. <laughs> nem csésze, tudom, de mondjuk azt, hogy úgy hívjuk, hogy csésze. mint egy tulajdonképpen. De most nem magyar tanítok nektek, hanem franciát. Szóval ez franciául, ezt úgy hívják, hogy bol, és amikor azt mondjuk, hogy j'en bol, az azt jelenti, hogy tele van a hócipőm. Jó magyarban. <laughs> Vagy j'en la casquette. az ugyanúgy, a casquette, az a baseball sapka. Szóval Tele van a baseball sapkám. Jean-né, la casquette. Ez azt jelenti, hogy elegem van. Bon. <laughs> a gyereket mindenféle módszereken lehet mondani azt, hogy gyerek. Normálisabb francia szó a gyereknek a enfant. 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 Gyerek. De mindenféle más képen is lehet mondani azt, hogy gyerek. Nem mindig szép úgy mondani. Például, ha azt mondjuk, hogy le gos, le gos, az nem olyan nagyon, nagyon szép szó, de azért attól függetlenül még használjuk. Szóval gos de nem rossz szó se, csak hát uh, amikor úgy mondjuk egy, egy gyerekről, hogy gossz, az az biztos azért, mert valami rosszat csinált, és akkor úgy hívjuk, hogy le gossz. <laughs> szóval gossz, az is a gyerek, le gamin, mios, az is a gyerek, és az se egy olyan nagyon szép szó, de azt is használjuk, mios, mios, le gossz, le mios, l'enfant,

az azt jelenti, hogy a gyerek egyfolytában sír, na re pa, szóval nem fejezi be, arrêté az fejezni, befejezni, de pleuré, pleuré az sírni, de másféleképpen is lehet mondani azt a sírni igét, ami n'arrête pas de brailler. Nem olyan szép szó, mint amikor azt mondjuk, hogy pleurer, de attól függetlenül még használjuk, az a siali, siali, Sialé. Az tényleg azt jelenti, hogy sír, de inkább úgy uh, nem vonnyítani, de nem tudom, hogy van -e egy szó ehhez magyarul, hogy uh, úgy sírni, mm. mint brájé siali. Inkább akkor mondjuk, amikor így túlzásba viszi a gyerek a sírást, és látni rajta, hogy ez nem igazi sírás, hanem ez ilyen nyafogás, vagy vonyítás, vagy nem tudom. Az is azt jelenti, hogy sírni. Pleuré, sielé. Braillé. Ça commence à me casser les oreilles. Az azt jelenti, hogy ça commence. Ça commence, elkezdi, vagy elkezdődik. a me, nekem, Casser les oreilles, szóval cassé az eltörni, vagy összetörni, és les oreilles azok a fülek. Casser les oreilles. Szóval ça commence à me les oreilles, az azt jelenti, hogy összetörje a füleimet. Ez a, ez a zaj tulajdonképpen, a zajról beszélünk, amikor sír a gyerek, sír a baba. Az azt jelentene, hogy már tényleg nagyon elegem van, már, nem bírom hallgatni. Csak a Mást, hogy is mondjuk ezt Franciaul, de ezt inkább itt nem mondom el. <laughs> majd, ha Franciaországba vagytok, vagy oda kerültök, vagy oda mentek, vagy mit tudom én, majd úgy is halljátok, máshogy is, úgyhogy tök mindegy. Je finir par devenir chèvre. Je vais finir par devenir chèvre. Az azt jelenti, hogy, hogy a végén kecske leszek. Az azt jelenti, hogy hülyét kapok konkrétan. Annyira idegesít ez a zaj, hogy a végén hülyét kapok. Szóval je vais finir par devenir chèvre. Je vais finir. Szóval én be fogom fejezni úgy, hogy par devenir chèvre. Hogy kecske lesz belőlem a végén. Annyira idegesít. Ez is egy ilyen nagyon franciás kifejezés, amit nem tudom, hogy hogy kéne magyarra átfordítani, de francia nyelv. J'en peux plus. És a je n'en peux plus. Je n'en peux plus az azt jelenti, hogy már nem bírom. Je n'en peux plus. Jean peux plus. Már nem bírom. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és nem sokára találkozunk egy új francia videón. Sziasztok!